Újpest szívében beszélgettünk Varjú Lászlóval, aki egyrészt a kerületieket képviseli a parlamentben, másrészt a Költségvetési Bizottság elnökeként pontosan látja, mit jelentenek azok a megszorítások, melyekkel az önkormányzatokat, így a negyedik kerületet is sújtják az állami intézkedések. Az újpesti állampolgároknak az önkormányzat részéről kétféle szolgáltatást kell biztosítani. Egyrésztről van kötelezően ellátandó, és ez a közlekedéshez kapcsolódik, a közvilágításhoz kapcsolódik, aminek a számláit ki kell fizetni. És másrésztről vannak olyanok, amihez tulajdonképpen nem kötelezően, de egyébként mi itt megszoktuk, hogy például, hogyha a szakrendelő működésében arra van szükség, hogy több orvos legyen, akkor az önkormányzat támogatásával, a mi pénzünkből kiegészítik, és többlet bér kiadására van lehetőség, és így több orvos van. Ezekre a kiegészítésektől jelentős részben eleshetnek az újpesti polgárok. Természetesen nem arról van szó, hogy az önkormányzat sajnálná a vállalkozásoktól a támogatást. Éppen hogy az állam, a költségvetés az, akinek szerepet kell vállalni abban, hogyha ilyen kiesés van, akkor azt nem az önkormányzatoktól elvenni kell, hanem éppen őket segíteni kell, és támogatni abban, hogy segíthessék a vállalkozókat és a családokat is. Itt az a probléma, hogy én úgy látom a Költségvetési Bizottság elnökeként, hogy sem a családokat, sem a vállalkozásokat érdemben az elmúlt egy év alatt ennek a válsághelyzetnek a túlélése érdekében nem segítette a kormány. Varjú László szerint fontos tanulság az, hogy a demokrácia együtt jár a felelősségvállalással, és ez mindannyiunkra vonatkozik. Azokra is, akit megválasztottak, és azokra is, akik megválasztották a képviselőket. Az önkormányzat képviseli a lakosságot, ezért kellene a kormánynak támogatnia őket, ahogy egyébként az EU számos országában történik. És természetesen nem csak Újpestről van szó. A megszorítások az ország valamennyi város vezetését érintik. Több mint 360 olyan település van, amelyekről azt mondhatjuk, hogy a kormány intézkedése komolyan sújtja őket. Közel 5800 milliárd forinttal költött többet, mint amennyi a bevétele volt. És én úgy gondolom, hogy ez és a decemberben meghozott döntései, miszerint vadászkiállítást kell szerveznünk ilyen időszakban, és erre sok-sok milliárd forintot elkölteni, ez teljesen indokolatlan. És ehhez képest teljesen értelmetlen, hogy az ehhez szükséges forrást az önkormányzatoktól vonják el. Ez elfogadhatatlan, és ne csodálkozzanak, hogyha az önkormányzati vezetők tiltakozni fognak az emberek nevében ez ellen, és remélem, hogy ez hatékony és hatásos lesz, előbb vagy utóbb, de annak a döntésnek meg kell születni, hogy az önkormányzatokat kárpótolni kell. Mind Újpesten, mind a főváros kerületeiben és országos szinten is mielőbb kompenzálni szükséges az elvett forrásokat, hogyha megnyitjuk a csapot, folyhasson belőle meleg víz, és legyen közvilágítás az esti órákban.